Bajusz Dániel adószakértő a vendégünk. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, mert hogy erről a népszerű adózási formáról fogunk beszélgetni, amit ugye rövidítve ugye kataként szoktunk említeni. Ugye ezt nagyon szeretik, mert folyamatosan nő a katásoknak a száma, ami önmagában nem lenne probléma. De ugye a sajtóhírekben arról lehetett olvasni, hogy nem mindenki arra használja, amire alapvetően kellene. Hogy lehet a katát nem arra használni? Ez egy vállalkozói adózási forma. Igen, nagyon népszerű. Most már úgy becsülik, hogy jelenleg kb. 360 ezer ilyen kisadózó teljesíti így az adókötelezettségét. És ez alapvetően egy alacsony költségigényű vállalkozási tevékenységre lett kitalálva, ami a problémát most okozza, hogy úgy tűnik, hogy nagyon sokan a munkaviszony kiváltására és a munkabér leplezésére használják ezt. Tehát elmennek valahova dolgozni rendes alkalmazottként, de ez nem egy ilyen bejelentett státusz akkor ez esetben? Olyan szempontból biztosított, hogy az 50 ezer forintos tételes adó megfizetésével biztosítottnak minősül a kisadózó, de nem munkaviszony, tehát gyakorlatilag így a munkajogi védelemtől például elesik. Másrészt, ami ugye ez a katás adózási módnak egy kvázi csapdája, az a járulékcsapda, hogy nagyon alacsony az ehhez az 50 ezer forinthoz rendelt ellátási alap, amit például nyugdíjjárulékként figyelembe vesznek, függetlenül a keresettől. Tehát ez 98.100 forint jelenleg, tehát az 50 ezer befizetésével ennyi lesz a járulékalapként figyelembe vehető összeg, ez minimálbér alatti. Tehát ez elszakadt teljesen a minimálbértől, ami hosszú távon, de már rövid távon is, szociális, társadalombiztosítási szempontból egy csomó hátránnyal jár a munkaviszonyhoz képest. Tehát aki azt gondolja, hogy jelenleg, mert fiatal, nem tudom én milyen jó, mert milyen keveset kell neki befizetni az államkasszába, gondolnia kellene arra is, hogy amikor már nyugdíjas lesz, tulajdonképpen nem lesz nyugdíja. Így van, meg a szolgálati idő, az is ugye egy katás év, az 0,66 század évnek felel meg a nyugdíj szempontjából, de már rövid távon is jelentkezhetnek hátrányok, például a táppénznél, a gyednél, a csednél, ezeknél mind hátrányosabb természetesen, mint mert ugye az ember akkor nem kaphatja ezt meg. Hát vagy sokkal alacsonyabb. Vagy alacsonyabb. Na most ugye mi beszéltünk arról is itt a stúdióban, amikor ezt a témát említettük, hogy itt nem csak ez a probléma, hogy különböző hátrányok érhetik hosszú távon mondjuk a munkavállalót, vagy a vállalkozót, ugye a kisadózót, hanem az, hogy ellenőrzéseknek lesz kitéve valószínűleg több csoport? Hát inkább úgy fogalmaznék, hogy ez nyilván ez költségvetési szempontból is sokkal kevesebb bevételt jelent, mint a munkaviszonyra terhelődő összes adó és járulék, mert ugye ez kiváltja, a katta lényege, hogy kiváltja az összes személyi jövedelemadót, társasági adót, TB járulékot és szocót. Tehát ehhez képest... A munkaadónak sokkal kevesebb pénzbe kerül. Igen, meg a munkavállalónak is. Tehát egy 240 ezer forintos átlagbérnél ugye ez 430 ezerbe kerül a munkáltatónak, így meg 290 ezer forintban. Tehát ez 1,7 millió évente. És ez csak az átlagbér. Tehát ez sokkal kevesebb bevétel a költségvetésnek, és ezért igen a jogalkotó felszámolt ezzel a lehetőséggel, hogy ez sok a munkaviszony helyett, tehát gyakorlatilag nem vállalkozói foglalkoztatási formára, hanem nem önálló munkaviszony helyett, és beépített a törvényben olyan fékeket, olyan vélelmeket, hogy bizonyos feltételekkel vélelmezi a jogalkotó, hogy itt bújtatott munkaviszony van, és az adózónak kell bizonyítania. És azt is megmondja a törvény, hogy mivel bizonyíthatja, van 7 ilyen feltétel, és abból kettőnek teljesülnie kell ahhoz, hogy kimentse magát, hogy itt nem ténylegesen nem munkaviszonyról. De akkor említsük néhány példát. Mivel menteti ki magát az adózó? Például, hogyha bevételének több mint, vagy kevesebb, mint fele származik ugyanattól a megbízótól. Vagy a saját munkaeszközeivel dolgozik, vagy nincs fölötte utasítási joga a megrendelő részéről. Saját irodája van. Tehát körülbelül ilyeneket kell elképzelni, ahol úgy nagyjából elhatárolható egy vállalkozási forma, meg egy munkaviszony. Az körülbelül beazonosítható, vagy lehet kategorizálni, hogy leginkább milyen munkakört betöltő vállalkozásokról van szó? Hát ugye a kata ott éri meg, ahol nincs költség, mert ugye nincs levonható áfa sem, mert viszont hozzárendelték ugye az áfa alanyi mentesség 12 milliós összeghatáráig, tehát ez ilyen humán jellegű szolgáltatások gyakorlatilag, tehát tanácsadás,
az ügyvédi iroda például katázhat, tehát ilyeneket kell elképzelni, aminek nincs igazán költség. És akkor őket fogják majd a jövő évben, vagy a jövő évtől kezdődően a tervek szerint szigorúbban ellenőrizni? Hát eddig én azt megnéztem így az a NAV évkönyveket, és én úgy láttam, hogy katásokat vizsgáltak, de ebből a szempontból eddig nem nagyon, hogy bújtatott munkaviszony. És igen, voltak olyan bejelentések, hogy ugye először is megvizsgálta a kormány az év végén, hogy kéne emelni, illetve ezt az iparkamara is javasolta még tavaly. Ezt elvetették, viszont vannak olyan sajtóirak, hogy esetleg fokozódni fog az ellenőrzési aktivitás. De azért meg kell mondjam, hogy ez nem biztos, hogy nagyon hatékony. Tehát azért egy katásnál hát pár millió forintot lehet maximum megfogni, tehát két revizort erre ráállítani 180 napra, amennyi az ellenőrzési határidő. Nem biztos, hogy hatékony, mert közben ugyanezen ellenőrzéssel sokkal nagyobb adóhiányokat is. Na jó, de akkor mi lenne, vagy mi lehetne a megoldás? Feltételek szigorítása, az a másik. Tehát például, hogy ne két feltételnek kelljen teljesülnie, hanem majd mondjuk négynek. Vagy például, ha a korábbi munkáltató felé katázik valaki, akkor eleve ne a 50 ezer forintos tételes, hanem erre a bevételre rögtön a 40%-os adókulcs terhelődjön. Ilyen terreket olvastam. Korábban arról is lehetett hallani, hogy ezt a 12 millió forintos éves árbevételt ezt esetleg megemelnék. Van hát erről szó? Hát lehet róla. Az iparkamara, amikor tavaly felvetette, hogy emeljék meg ezt az 50 ezeret legalább 75 ezerre, mert akkor legalább az ellátási alap az minimálbér fölé menne, akkor ezt ő azzal párhuzamosan javasolta, hogy viszont a bevétel... De ez választható, nem a 75 ezer? Jelenleg választható, de az volt a javaslat, hogy legyen kötelező. Igen, és akkor azzal párhuzamosan javasolták a bevételi értékhatár növelését is. Egyelőre tehát akkor abban maradhatunk, hogy a kata marad, és szigorítani fogják az ellenőrzéseket, hogy milyen változások lesznek, azt meg majd meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.